Hagyma, paprika, paradicsom, tojás, só, és még ki mivel bolondítja meg? Talán nincs a jelen magyar gasztrozófiának szimbolikusabb és sorsdöntőbb kérdése a lecsónál. Különféle pikánsabbnál pikánsabb vagy ízletesebb lecsók rotyogtak a bográcsban a hétvégén Vámosgyörkön, ahol családi napot és lecsófőző vigasságot tartottak. A közösségi ház udvarán különféle tánccsoportok fellépése után Szeredi Krisztina és Leblanc Győző énekelt a közönségnek. Vámosgyörkön vagyunk, ahol is a település születésnapját is ünnepeljük, és egyben hát falunap van, nagyon jó fellépőkkel, Leblanc Győző volt itt, most a színpadon megint egy neves énekes, este pedig buli lesz, úgyhogy nagyon örülünk neki. Lecsófőző verseny volt, ami csodálatra méltó, hogy 25-28 induló volt, és azok közül kellett kiválasztani. Látszik, hogy a legmagyarosabb étel az a lecsó, és hogy mennyien szeretjük mindannyian a lecsót. Jó összejövetel, jó társaság, sok régi barát, rokon találkozik újra, rengeteg gyerek van, és hát csodálatra méltó ez a rendezvény. Gratulálok a vámosgyörkieknek, gratulálok Gedei Zoltán polgármester úrnak. Ha már családi nap, akkor Vámosgyörkről sem maradhatott el az ugrálóvár, buborékfoci, lézerharc, de a kisebbeknek még baba játszóteret is biztosítottak. Az este folyamán olyan előadók is felléptek, mint MC Haver és a Teknő. A napot utcabállal és tűzijátékkal zárták.